A humor és a nevetés sem maradt el az idei Géza gálán. Több mint 3 évtizedes hagyomány, hogy a második Géza gimnázium diákjai és tanárai megszervezik ezt az eseményt. Egyrészt jótékony célt is szolgál a rendezvény, mert ugyan a belépés ingyenes, de adományokat elfogadnak a gimnáziumért alapítvány javára, másrészt a szórakozás is teret kap. Több egyéni és csoportos műsorszámban is megmutatták a fiatalok, hogy milyen sok művészeti ágat képviselnek, ezzel is öregbítve iskolájuk hírnevét. Volt olyan tanuló, aki 4-szer öltözött át és lépett színpadra. Egy-egy osztály humoros műsorszámmal lépett a színpadra, ezzel mutatva görbe tükröt a hétköznapokra. A tanórai produktumokon kívül mi az, amiben valóban tehetségesek, és mi az, amiben újat tudnak adni, és újat tudnak mutatni. Ilyenkor a versmondók, azok, akik zeneiskolába járnak és hangszerekkel játszanak, illetve sok éves hagyomány már, hogy kialakult egy olyan rendszer, és hogy szinte licitálnak az osztályok arra, hogy ki tud jobb humoros produkciót, egy-egy jelenetet előadni. A nagy érdeklődésre való tekintettel ebben az évben is 2-szer adták elő a szereplők a gála műsort, amely a második Géza magyar királyhoz kapcsolódó Géza napi rendezvények záró eseménye volt.